Üdvözlök mindenki, Tabidó Szagyok, és ez itt most a Tekken Revolution bemutató, ami PlayStation 3-ra érkezett, ingyenes Tekken epizód. A sorozat eddigi tagjaitól eltérően ez a rész teljes mértékben ingyenes, ami hát egy nagyon meglepő húzás a Namco Bandai-tól. Elég sokáig TikTokban is tartották, hogy ez a játék érkezik és készül. Meg is lett most így az eredménye, már látható. Az E3 ideje óta bárki számára játszható PlayStation 3-on. Annyi az egész, hogy felmegyünk a PlayStation Store-ba és letöltjük a játékot, és már toljuk is. De mivel ingyenes játék, ezért hát természetesen lesznek megkötések is, de hogy mik ezek, erre egy kicsit később kifogok térni. Maga a játék egész sok karakterrel rendelkezik, tehát rengeteg olyan karakter megtalálható benne, akik a Tekken univerzumban már régi ismerősök. Természetesen nem mindegyik, de azon túl, hogy az alap felállásban tényleg sokak kedvence megtalálható, még meg is nyílhatnak új karakterek, mint például Brian Fury, vagy Leo Cleason. Ezek a karakterek így folyamatosan elérhetetlenek lesznek a játékban. És külön értük, az az érdekes, hogy nem kell fizetni. Tehát ami meglepett engem, hogy a Tekken Revolution-nél nem igazán kell azért fizetni, hogy a karaktered meglegyen. És amire még számítottam, hogy miért lehetne fizetni, az a Tekkenekben is ismerős ilyen öltöztetés. Hát itt sincsen, itt nincsen ebben a játékban egyáltalán öltöztetés. Szóval egy egészen érdekes koncepciót vettek elő, ami hát nem tudom, hogy mennyire jó. Tehát ezt így megítélni nem vagyok benne biztos, hogy nagyon meg lehet még az elején, de az a lényeg, hogy azért kell fizetned, hogy játsz sokat. Ha keveset játszol, ha naponta játszol egy órát vagy fél órát, akkor tökéletesen leszed a Tekken Revolution-nel. Viszont, hogyha már többet szeretnél egy nap tolni, akkor már súlyos problémáid lesznek, ugyanis fizetni kell érte, kivétel, ha nem várod meg a fél óránként lejáró ticket rendszernek a lényegét. Hát el is mondom akkor, hogy mi ez a ticket rendszer. Nagyon, hát egyszerű. Van három darab kis jelecske a képernyő jobb felső sarkában, a menü rendszeren belül látható. Egy kék aurás, hát ilyen érme. Az azt jelenti, hogy az ember elleni harcon hoz ilyen kis ticket. Tehát, hogy hányszor harcolhatunk emberek ellen. Míg a vörös aurás azt jelenti, hogy hányszor harcolhatunk árkád módban a gép ellen. Ezek a érmék folyamatosan újra töltődnek, ott lehet látni egy számlálót, hogy az árkád módnál egy óra, míg újra töltődik a számláló, a ember-emberrel módban pedig fél óra. Hogyha ez alatt mi úgy érezzük, hogy lejárt az időnk, mert már elég sokat játszottunk, és most nem tudom mit csinálni, de van mondjuk 10 perc hátra, még újra lehetne egy menetet tolni lejáró ticketrendszer miatt, akkor el kell mennünk a PlayStation Store-ba, és meg kell vásárolni pár száz forintért egy prémium érmét, amivel lehet játszani tovább. Ez a prémium érme, ez mind a két játékmódban felhasználható, szóval az arcade játékmódban is, és a ember-ember elleni játékmódban is. Ezért is hát érdekes ennek a játéknak az alapkoncepciója, mert egy idő után elfogy a ticketünk, és hát szerintem elég frusztráló az, hogyha nem tudsz tovább játszani, pedig még játszanál. Ezen túl viszont a játék azért nem ilyen szigorú, adogat nekünk prémium ticketeket, az a két aranyszínű jegy az. Ezek olyan, hát ilyen kis jegyecskék, amiknek hála bármikor beválthatjuk prémium pénzre ezeket a ticketeket, és ezt mondjuk 5 győzelmenként ad egyet, vagy pedig naponta bejelentkezésére ad egyet. A lényeg az, hogy adogat a játék ilyet,
hogyha tényleg minden nap foglalkozol a Tekken Revolution-nel, akkor valamilyen szinten meghálálja. És hát, hogy most ki fog azért fizetni, hogy játszon a játékkal, mindig, tehát, hogy bármikor játszhasson a játékkal, azt nem tudom. Tehát ez az érdekes az egészben, hogy tényleg nem tudom, hogy kinek készült a játék, hogy ez most ez egy promóciós játéke, tehát, hogy aki nem ismeri a Tekken, az mondjuk így inkább elővegye mondjuk egy Tekken Tag Tournamentet, és vegye meg egybe, tehát több ezer forintért fizessen egy teljes értékű Tekken részért, amiben minden megtalálható, ami ebben a részben, sőt, sokkal több. Vagy pedig így, hát tényleg nem értem. Tehát, hogy most ez kinek készül, vagy hogyan készül? Arra gondoltak, hogy az emberek majd mindig fizetnek azért, hogy játszanak, hogy játszhassanak? Szóval nem tudom, hogy lesz ebből a Namco Bandai-nak pénze. Ilyen koncepciót még nem nagyon láttam, hogy van egy játék, és ennek van egy olyan hát korlátozása, hogy limitált ideig játszhatsz. Viszont van egy teljes értékű epizódja is, amit meg lehet vásárolni a boltban, vagyis hát sok teljes értékű epizódja, és hát avval is el lehet szórakozni. Szóval ez egy érdekes dolog. Majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni a Tekken Revolution sorsa. Én azt preferáltam volna, hogy a karaktereket lehessen öltöztetni, lehessen egyedi dolgokat rápakolni, és mondjuk Alicának egy ilyen kis aranyos sapkát, Kazujának valami napszemüveget. A lényeg, arra gondoltam, hogy így egészen egyedi dolgokat lehetett volna létrehozni, és ezért nem kellett volna hát időkorlátot berakni, hanem aki egyedi játékosokkal akarna futni, annak egyszerűen csak meg kellene vásárolni ezeket a napszemüveg, meg stb. Kiegészítőket. A játékot más szempontból sem tartom annyira fairnek. Tehát bekerült egy olyan rendszer a játékba, ami hát ilyen fejlődési rendszer. Alapjáraton a játékosok folyamatosan fejlődnek, egyes szintűtől kezdődik a játék, és úgy, ha ahogy amennyit játszik az ember, úgy növekszik a szintje, és úgy talál a játék neked ellenfelet, legalábbis megpróbál a saját szintedhez közelít találni. Viszont, ha valamiért nem sikerül a saját szintedhez közeli ellenfelet találni, akkor bekerül a képbe az, hogy lehet, hogy az ellenfél sokkal gyengébb, vagy sokkal gyengébb nálad. Nem csak a tudás miatt, hanem azért is, mert a karakterek fejleszthetőek. Három fejlesztés van a karakterekre, amit a tapasztalati pontokkal és arannyal kombinálva tudsz hát rájuk aggasztani. Az egyik a igazából az erősítő, ez a poweres rész. Ez, hogyha támadsz, akkor erősebbek lesznek az ütéseid, rúgásaid, kombóid. A másik erősítés az endurance, ez pedig az élet. Ez arra jó, hogy több élettel kezdjél, mint az ellenfeled. A harmadik pedig a vigor, ami egy olyan része a játéknak, hogyha már épp haldokolsz, akkor erősebb lesz a ütésed. Tehát ilyenkor átváltozik az életjelző csík, és ez a rage mód. Ilyenkor tényleg, ha kevés életed van, akkor erősebbet tudsz, és így még van esélyed behozni a hátrányt. Viszont, hogyha egy ütést is beengedsz, akkor könnyedén már meg is halhatsz az ellenfelektől. A játékban nagyon sokat kell várni sokszor arra, hogy ellenfelet találjon neked. Ez a feltevés mondjuk kifejezetten a rangsorolt mérkőzésre igaz. Ez nem tudom, hogy az ingyenes rendszernek tudható be, tehát hogy mindenkinek limitálva van az ideje, ezért senki nem tud rangsorolt meccset játszani, mert hogy nincs rá ideje, tehát a ticket rendszer miatt nincs rá ideje. Viszont ha talál, akkor, mint mondtam, könnyen lehet, hogy nem azonos szintű ellenfelet dob be neked, és emiatt lényegében bármikor könnyedén ki tud végezni téged. A játék javára írható viszont, hogy a rangsorolt mérkőzések között gépi ellenfélen gyakorolhatod mozdulataidat. Tehát amint kiválasztottad, hogy melyik karakterrel szeretnél játszani,
kivel várod a következő ellenfeledet, addig a gép be fog neked dobni egy ilyen tréning módszerűséget, ahol püfölheted a gépet, és így új kombinációkat próbálhat ki például. A kombinációkra rátérve, a játékmenet igazából a harc részénél egészen hasonlít a többi Tekkenre, a játékos karaktereknek a kombó listája szinte egy az egybe át lett emelve ebbe a játékba, tehát rengeteg lehetőségünk van professzionálisan harcolni is, akár hogyha mondjuk van rá időnk, hát mondtam, minden az időn múlik ebben a játékban. Ha nagyon van időnk, akkor még nem is muszáj a rangsorolt mérkőzésben várnunk ellenfele, elmehetünk a játékos kereső részbe, ahol hát nem rangsorolva, de bárkivel összecsaphatunk, tehát nem kapunk annyi pontot a meccsünkért, a győztes meccsünkért, mint a rangsoroltban, viszont egy olyan rendszerbe dob be minket a játék, ahol megnézhetjük mások meccseit is, és értékelhetjük azt. Tehát az a lényege az egésznek, hogy bekerülünk egy szobába, mondjuk hatan, és akkor az első két játékos küzd, a győztes kihívja a következő játékost, a győztes megint kihívja a következő játékost, és így tovább, így tovább. Szóval lehet nézni akár nagyon jó meccseket is. És részt is vehetünk ezekben. A játék grafikájára különösebben nem lehet panasz. Talán nem a legkidolgozottabb a Tekken epizódok között, de azért szerintem a karakterek is egész jól néznek ki, a mozgásuk is ugyanaz, mint a összes többi Tekken részben, tehát tényleg nincs okunk panaszra, egy egészen jó Tekken epizódot hozott össze nekünk a Namco, legalábbis ingyér, hogyha nem akarunk fizetni ugyanis, hát nem kötelező, csak kevesebbet játszhatunk, ez még mindig jobb, mint amit a játéktermekben szokás látni. Tehát amikor bemész, és akkor az alapból a Tekken is egy játéktermi játék, ott pénzérméket kellett bedobálni, tehát így valamilyen szinten érthető az, hogy miért is akarták ilyenre csinálni a Tekken Revolutionnek a multiplayerjét. A hangok szintén jók, az eredeti hangokat hallatjuk, az eredeti játékos karaktereknek a hangjait. A zene szintén a helyén van, az is tényleg teljes mértékben megfelelő, Tekkenhez méltó. Igazából a játékot lehet ajánlani, ha PlayStation 3-ad van, akkor nyugodtan játsz vele, ha nincsen mondjuk más Tekken epizódod, akkor különösen van értelme. Trofeákat ugyanúgy ad a játék, ahogyan a többi PlayStation 3 játéktól is elvárjuk, szóval össze lehet gyűjteni akár a trófeákat is, és hát lehet, hogy ez csak egy szimpla promóciós játék a többi Tekkenért, de ha még sose találkoztál Tekken játékkal, akkor biztos, hogy jól el fogsz ebben szórakozni, mondjuk akkor is, hogyha nincs otthon Tekken játékod, ez egy jó alternatíva. Ennyi lett volna akkor a Tekken Revolution bemutató, én megköszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!